építőanyagok sorakoznak a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium udvarán. Az intézmény új épületrészsel gazdagodik a közeljövőben, de nemrégiben a műemléki szányban is végeztek fejlesztéseket. A múlt nyár végén elkezdődött egy régi szolgálati lakásnak a lebontása, és ezzel, ezzel elkezdődött egy új épületszány, a D épületszánynak a megépítése. Ennek a befejezése most nyárra várható, és szeretnénk, hogyha szeptemberre két tanterem és egy étkező szolgálná az iskolát. Ezen kívül lesz egy konyha és három szolgálati lakás ehhez az épülethez. De ehhez a beruházáshoz kapcsolódik még egy külső liftnek a megépítése, ez készen is van, hiszen az intézményben vannak, lesznek mozgássérült kerekesszékes gyermekek. Ennek várjuk a liftnek az engedélyezését, hogy használatba vegyük. A gimnáziumot több mint 200 éve alapították, az iskola főépületét 1888-ban avatták fel, de mai formáját 1905-ben nyerte el Alpár Ignác terveinek köszönhetően. A több mint 100 éves falak között a diákok számára modern, közösségi teret és büfét is kialakítanak itt az alaksorban lévő helyiségekben. Az építkezésen és átalakításon kívül szennyvízberuházásra is szükség van a gimnáziumban. Ez egy elhúzódó beruházás volt, ugyanis ugye ez egy régi épület, több mint száz éves. Itt van egy hatalmas nagy szennyvíz kivezető a Szent István utcára, ezt meg kell szüntetni, és gyakorlatilag itt lesz az udvaron keresztül egy, az iskola közben egy kivezetés ennek. A fejlesztéseket egyházi támogatásból és önerőből finanszírozza az intézmény.